Mindannyian nagy-nagy szomorúsággal fogadtuk a hírt, amikor meghallottuk, hogy Kós János, kiváló kollégánk, fantasztikus énekestársunk eltávozott. Két pályatársat hívtam meg egy emlékezésre, Por Pétert és Ihos Jóskát. Azért, mert Kós Jánosnak sok-sok énje volt, hívhattam volna most ide fradistákat, de hát elsősorban az ország mint énekes szerette, másodszorban az ország mint humorista színész szerette, tehát két különböző területről jöttek a pályatársak. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Köszönjük mi is, kedves nézők. Köszönjük szépen. Köszöntjük, és az sajnos szomorú az apropó, hogy itt vagyunk, de ugyanakkor abban a szempontból jó, hogy valóban ezt a nagyon sokrétű személyiséget, ami a Jani volt, egy kicsit fel tudjuk most idézni pár percben. Hogyha Janival beszélgetnénk most, mint ahogy tegnap a Lillás reggeliben, illetve a hétvégén a Lillás reggeliben az ismétlésben láthatták a nénőt, minden cseppe életenergiája a humorról és a jókedvről szólt, úgyhogy biztos most azt mondaná, hogy rólam úgy kell megemlékezni, hogy aztán jókat nevessetek a végén. 1000 szállal kötődött Terézvároshoz, konzervatórium, Liszt Ferenc Zeneakadémia, mikroszkóp színpad. Nektek nagyon sok közös fellépésetek volt a táncdal világában. Milyennek ismerted meg? Hát egy ilyen nagy humorzsák volt a Jani, és mindig a társaság központja volt. Emlékszem, néha részt vettünk ilyen nagy vacsorákon, például amikor Debrecenben voltunk az Aranybikában, és két éjszaka ott aludtunk a hétvégén, akkor egy ilyen nagy asztalnál vacsoráztunk, és igazából senki más nem beszélt, csak Jani egész végig, de gurultunk a nevetéstől. Olyan sztorikat tudott mondani, és bármiről volt szó, mindig kapcsolódott valami vidám történet hozzá, és hát Jani egy fantasztikus előadó volt, és egy nagyon erős, karizmatikus egyéniség volt. Nem lehetett az embernek kivonni magát Jani hatása alól. Szóval egy fantasztikus egyéniség volt, és azt mondhatnám, hogy egy korszakalkotó egyéniség volt a magyar tánczenében. És te milyennek ismerted meg? Én nagyon szerencsés voltam, mert amikor bekerültem úgymond a szakmába, akkor egy szervező pár, Autede Harmat Andrea jó voltából, belekerültem egy műsorba, amelyben Aracki László, Kós János, Déri János volt, és Madrász Katalin, és én a Déri helyett, Jancsi helyett kerültem be, és jó pár éven keresztül dolgoztunk. Jánossal legalább egy-két évet így jártuk az országot, és hát mindig vele utaztam, és ez egy óriási élmény volt számomra. Én szerintem ő épp olyan jó humorista volt, mint ami énekes, tehát igazából kötőjele lehet erről titulusokat megállapítani. Hát egy élmény volt, igazi showman, az amerikai értelemben showman, az szerintem a Kós Jani volt Magyarországon. És az jutott az eszembe, hogy a humoristáktól, amikor megszokták kérdeni, hogy mondjon egy viccet, vagy mondjon egy paródiát, vagy bármit, akkor azt mondják, hogy hát uram, ön, mondjuk ha a benzinkutas kérdezi, akkor ön sem önti otthon a benzint semmilyen kannába, tehát egészen más ugye magánéletben az ember, vagy más különböző társaságokban, de ő volt az, akinek tényleg alapjából jött a humor. Tehát egyszerűen nem volt olyan megnyilvánulása jóformán, tehát amikor politizált vagy komoly dologról beszélt, annak is mindig ott volt egy pici fricska a hátterébe, ott volt egy kis humor. Gondolom, hogy a fellépéseknél nagyon sokszor megtréfált benneteket hátulról a színpadon. Volt ilyenre példa? Érdekes, hogy... Erre nem emlékszel? Nem nagyon emlékszem ilyenre, hogy inkább a Máté Petinél emlékeztem ilyenre, hogy szórakoztatott bennünket, és hátulról megtréfált, és nevettetett bennünket a színpadon. Janira ez nem volt jellemző. Inkább a humorát úgy öntöttek ki a kollégák között, amikor utaztunk, vagy amikor egy asztalnál beszélgettünk, vagy az öltözőben beszélgettünk, de soha nem ment ez a műsor rovására. Uh-huh. Tehát ő annyira tisztelte a színpadot, hogy ott így nem humorizált a kollégákkal, ott a közönséggel humorizált. És önmagát adta, mert ő ugyanolyan volt a színpadon, mint a magánéletben. Tehát végtelen jókedélyű, aranyos, nagydumás,
És néha fel is rótták neki azt, hogy meghívták, mint énekes, és nagyon sokat dumált a műsorban, de az olyan volt, hogy dűltek a nevetéstől az emberek. És azért énekelt is, mert fantasztikus zenész volt. Hát ő eleve oboista volt, és zeneakadémiát végzett, kiváló muzsikus volt, és amellett egy született isteni ének hangja volt, és egy akkora egyéniség volt, akit nem lehetett igazán utánozni. Beskatujázni sem. Nem lehetett beskatujázni, mert annyi féle volt. Tehát nem lehetett valami olyan Kós Jánosos, mert ő ezerféle volt. És egy nagyon segítőkész, kedves kolléga volt, akivel volt olyan történetünk, hogy kölcsönösen segítettük, kölcsönösen tiszteltük egymást. Én nagyon szerettem a Janit, mert nem lehetett tőle olyat kérni, amit megtagadott volna egy kollégától. És érdekes dolog, hogy tulajdonképpen először én segítettem a Janinak valamiben, méghozzá abban, amikor ment a hajdani Szovjetunióba turnézni, mert ő nagyon otthon volt ebben, jól is beszélt oroszul, felhívott engem telefonon, hogy Péterkém, nem adnád ide a Fekete vonat című dalodat, mert szeretném énekelni a Szovjetunióban. Dehogy nem, boldogan, örülök, Janikám, hogy csinálj vele sikert. Így is lett, és odaadtam neki kottát, szöveget, felvételt, mindent, és tényleg énekelt a műsorában, és egyszer Moszkvából felhívott telefonon engem, hogy Péterkém, írtak rá egy orosz szöveget, és elénekelhetném, mert azért téged megkérdezlek az irántad való tiszteletből, hogy elénekelhetem a lemezen oroszul. Mondom, persze, énekeld el, Janikám, és minden jót kívánok neked hozzá. Csinálj belőle világsláget. Hát ha talán világslágert nem is, de minden esetre óriási slágert csinált belőle a Szovjetunióban. Később aztán viszonozta ezt nekem úgy, hogy amikor én mentem egy nagy szovjet turnéra, akkor én fordultam őhozzá, hogy adjon egy orosz nyelvű dalt, amelyet megtanulhatok, és amivel sikerem lesz kint. És egy fantasztikus jó dalt adott, az volt a cím, hogy Csortava Kaliszó, ördögkerék. Ez tulajdonképpen a vidámparki óriás kereket jelentette, és ezt hozta a dal összefüggésbe a kerék forgását a szerelemmel. És egy nagyon szép és nagyon sikeres dal volt, és ő nem is gondoltam volna, hogy ekkora sikere lesz a dolognak, mert minden előadáson vagy ötször el kellett énekelnem, úgyhogy az egész közönség felállt és kórusban énekelték vele, és végig tapsolták, úgyhogy meg is nyertem vele ezt a fesztivált. Úgyhogy ezt a Janinak köszönhette. Egyébként az azért jó, hogy ezt elmondtad, először is a kollégák egymás segítése nagyon fontos, az egymás iránti tisztelet, és nem tudom, hogy most, hogyha valaki valakinek elénekli a számát, veszi-e azt a bátorságot, hogy engedélyt kérje erre az első előadótól, vagy akinek írták ezt a dalt. Így van, nagyon fontos, ez nagyon korrekt volt, Jani, hiszen mindenki tudja, hogy Bajor Kós olyan páros volt, ami egyszer adódik az életben, vagy nem. És lényeg az, hogy engem Jani megkeresett akkor, hogy én a Imrében fog dolgozni, és tudom, hogy te házi szerzője vagy az Imrének is, néhány dolgot együtt fogunk csinálni, és hogy ez neked nem kellemetlené, vagy és kérünk arra, hogy segíts, és írjál. Úgyhogy be is akart vonni ebbe a kis hármasba, volt, hogy majd hárman fogunk dolgozni egy időben, aztán szervezők valahogy ezzel nem kaptak erre a dolgra, de lényeg az, hogy János megkeresett. Az első, hogy engem megkeresett, hogy mit szólok ehhez, hogy ő most akkor a Bajorral együtt fog dolgozni, és néhány dolgot együtt szeretne csinálni. Ez nagy dolog. Ez a Tóth-Ottó időszak volt? A Tóth-Ottó időszak volt, igen, meg a Bajor Kóspál. Azért mondjuk el, hogy ez a Én a Gyula és az Ottó, a Tóth-Ottó, ez Ihos Józsefnek. Igen, ugye, ahogy Katónén is, igen, és igen. Hát még a Falugyűlés, azt a mai napig imádom, igen, és igen. Ezerszer meghallgatom, úgyhogy nagy-nagy rajongója vagyok a humornak. Nem sokára leszünk egy ismétlésben éppen a Katóni kabaréjában, és a Jani lesz a vendégem, már úgy most már sajnos posztumusz, és pont most ismétlik már nem sokára ezt, úgyhogy abban is, hogy egy nagyszerű komaszonyok leszünk, ő is fölveszi a kendőt, és egymásra, a kemenc a parkán, ez maga hát egy érdekes próbája lesz, úgyhogy remélem a kedves nézők, ha más nem, akkor így ismét találkozhatunk vele. Még egy dologról szeretném, hogyha beszélnétek, hiszen a Mikroszkop színpadon nagyon sokáig volt Kós János, és Hofi Gézával fantasztikus párost alkottak az ő párosukról, hiszen Hofi Géza a Terézváros díszpolgára, és azt gondolom, hogy nagyon sokan Hofin nő
nőttünk föl, és hát az ő mondásai a mai napig is ülnek, rendszerek jöhetnek, mehetnek, amit is sokan mondják mai napig is, hogy na, mit mondana erre most Hoffi Géza? Szóval milyen volt az ő párosuk együtt? Én annyit tudok az egész, sajnos én így velük úgy külön-külön igen, de így együtt nem találkoztam. De, te viszont igen. A történetet is biztosan tudod, hogy egy ilyen balatoni, Halló Balaton turné, akkor így hívták ezt Ori műsort, annak kapcsán ők külön érdekes, illetve parodistaként szerepelt Géza, illetve János, és ott bolondoskodtak a személyen kis esti vacsoránál a stábbal, és ott jöttek rá, hogy ők együtt milyen jópofa kis paródiákat tudnának csinálni, és már nem tudom, nem emlékszem, de te jobban tudod, ki volt, aki javasolta nekik. Igazából a buszban születtek vagy ezek a, buszban, a igen, paródiák, igen, igen. Ültek egymás mellett, és szórakoztatták egymást. És ebből alakult ki ez a kettős, és rájöttünk mi kollégák, hogy hát ezzel fel kéne lépnetek együtt, és ők is rájöttek, tényleg meg kéne próbálni, és hát óriási sikerük lett. De akkor már legalább egy fél éve mentek ezek a dolgok a buszban, és dűltek a röhögéstől a kollégák, szóval fetrengett mindenki, és egyszerűen egy megpróbáltatás volt velük utazni, mert utána az ember már nehezen tudott énekelni, miután végig megszakadt a nevetéstől. És hát egy zseniális embernek... Sírtunk a nevetéstől közben. És egy zseniális embernek, mint a Hoffi Géza, csak egy másik zseni lehetett a partnerem, mert végül is ő egyenlegú partner volt ilyen. Abszolút. Nem Autelmanként. Így jött létre először a macska duett, utána pedig a Lehet egy macska is megalkuvó, amit azt hiszem, hogy mindannyiunk számára örökérvényű mese és emlék marad. Én nekem itt a beszélgetés végén, hagy mondjam el, hogy sok-sok közös élményem volt vele, de én akkor egy harmadik oldalról mutatom meg, rendkívül jól vitorlázott, imádták a hajóstársak, ott is mindig körülötte nyüzsgött az élet, soha nem untatta a közönség, soha nem untatta, soha nem fárasztotta senki, szívesen ment oda beszélgetni mindenkihez, egy remek kollega volt, jó sportember és egy zseniális személyiség. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek, hogy emlékezzünk egy kicsit rá. Mi is köszönjük szépen.